Színes sívák ingecskéje, elillant a zöld szépsége. Táncol, amíg fúj a szél, téli többször útra kér. A Kétyi óvoda udvara megtelt ünneplőbe öltözött felnőttekkel és kisgyermekekkel. A leendő kis elsősök búcsúztak el társaiktól, az intézménytől és a pedagógusoktól, akik végig kísérték eddigi fejlődésüket. Egy vegyes csoporttal működünk, most jelenleg 27 gyerek jár, ebből 9 megy iskolába, heten Zombára, ketten pedig Kakasdra, mivel ők elköltöznek. Próbáljuk a zombai iskolába vagy óvodába, ami van, mi is biztosítani a gyerekeknek, így van. Heti egyszer délután német kuckó, középső és nagy csoportosoknak, heti egyszer néptánc, azon kívül van logopédia, a szokásos, van gyógytestnevelés, és van fejlesztő pedagógus, mert két hallásérült gyermekünk is volt. Igyekeztem úgy összeállítani a kis évzáró műsorunkat, hogy történetbe ágyazva. Itt most a gyerekek az iskolát keresték, nem találták, és varázsképet raktak ki, a varázskép darabkákat pedig próbákkal kapták meg. Próbák voltak a tánc, az ének, a vers, a német, és így kiraktuk a kis képet, és így búcsúztunk el. A szülők elégedett mosollyal az arcukon nézték végig szemük fényei szereplését, akik nagy lelkesedéssel adták elő a kis történetet, aminek a végén meglelték az iskolát. Ilyen kis komplex műsorunk a karácsony is, abba ágyazzunk bele történetbe, anyák napját is, farsangot is, és az évzárót is. Nem vesznek fájó búcsút szerintem, mert holnaptól újra jönnek óvodába, tehát ez nem tűnik föl nekik. Meg van testvér, és itt mennek el nap mint nap az óvoda előtt, jönnek a testvérekért, bejönnek, mesélnek, megmutatják az iskolafüzetüket, úgyhogy nem válnak el végül is sehogy se. A település polgármestere is örömmel tett eleget az óvodás gyermekek meghívásának, mint mondja, mindig szívmelengető érzés nézni, hogy milyen lelkesen adják elő azokat a műsorokat, melyekre hosszú heteken át készülnek. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Sajnos nekünk az iskolánkat 2008-ban be kellett zárni, de azóta az óvodánk nagyon szépen működik, és nagyon jól működik. Mindent megteszünk azért, hogy a kisgyerekek a lehető legjobb körülmények között legyenek, és ezt nekünk ők minden évben meghálálják, ilyen műsorokkal, mint amit most is hallottunk. Az iskolát azt elengedtük, annak nincs létjogosultsága, a bölcsődét azt a zombai intézménytársulásba oldjuk meg. Az óvodánk az egy-két játék kivételével, amit még szeretnénk akár ide az udvarra, vagy be a csoportszobákba, még az vissza van, de egyébként az óvodánk az teljesen föl van ütve, és minden rendben van vele. Jó lenne, hogyha egy kicsit több gyermek születne, de hát ugye ebben nem lehet, hogy úgy mondjam, fölülről beleszólni. Mindenki saját maga eldönti, hogy mit tud vállalni. Mi minden gyereknek nagyon örülünk, minden gyereket támogatunk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy az utánpótlás is, mint a képeken is látszik, fogalmazhatjuk így, rendben van, és az óvodánk létszáma igaz, hogy most 9-el kevesebb lett, de biztosítva van a következő időszakra is. A Kétyi óvoda gyermekei német tudásukat is bemutatták a ballagás alkalmával. Az ünnepi műsor végén az önkormányzat nevében a települést vezető adott át egy kis ajándékot az intézményből elballagó lurkóknak, jó kívánságaival együtt. A szülők számára nagy könnyebbség, hogy Kétyi is azon települések közé tartozik, ahol van óvodai ellátás. Nekem nagyon fontos, hogy itt van a faluban, mert akkor gyerekek is jobb érzenek magam, nekem is, mert itt van a munkahelyem, meg örülök, hogy itt vannak, mert nem idegen helyen menni, nem kell buszozni, nem kell autózni, úgyhogy én nagyon örülök, hogy itt a saját faluban, és gyerekek jó éreznek magának. Mi éltünk Ausztriába, és tudom különbség tenni a két nagyobbik gyerekek, még a két kisebb, és nagyon nagy különbség, én nagyon elégedve vagyok itt Magyarországon, és két javodá. A pillanatra, míg az iskolapadban ülhetnek a kétyi leendő elsősök is, nem kell már sokat várni, addig is élvezik az önfelett óvodai létet.